1848. március 15-én este Pesten és Budán az ablakokban lobogtak a gyertyák, ébren álmodott a város. Petőfi Sándor ezt írta naplójára. Ma született a magyar szabadság. Jó éjszakát, szép csecsemő! Szép vagy te, szebb minden országbéli testvéreidnél, téged tiszta örömkönnyek mostak, és bölcsőd párnái forró dobogó szívek. Ha van nemzeti ünnep, amelyet dobogó szívvel, megmegújuló szenvedéllyel lehet szeretni, akkor március 15-e az. Meg tudjuk-e fogadni Kossuth intelmét, miszerint ne szivakodjunk afölött, hogy mik voltunk, egyesüljünk arra, aminek lennünk kell. Vajon el tudjuk-e kerülni a fejét felütő nacionalizmust, bal- és jobboldali populizmust, az idegen gyűlölet, az antiszemitizmus csapdáját? Érezzük-e szenek a veretes sorainak mélységét, hogy mit ér az egész környék csendje, ha szenvedélyeink üvöltenek? Tudjuk-e mi valamennyien, akik most szerte az országban, a nagyvilágban fejet hajtunk március szelleme előtt, hogy csak rajtunk múlik, miként tudunk élni a felkínált szabadsággal? De ha elhalasztjuk ezt a történelmi pillanatot, hogyan fogunk egymás szemébe nézni eljövendő márciusokon? A Bükkművelődési és Vendéglátóházban 38 általános iskolás részvételével versmondó versenyt rendeztek március 15-e tiszteletére. A középiskolai tanárokból álló zsűrinek nem volt könnyű dolga a sok szép szav alatt hallatán. A tanulók bizonyságot tettek arról, hogy a verseket éppen úgy szeretik és tisztelik, mint nemzeti ünnepünket. Ebben persze nem kis szerepük van az őket felkészítő pedagógusoknak is. Az 5.-6. osztályosok versenyében első helyezést ért el Nagy Norbert, a Petőfi úti általános iskola tanulója. Második díjat nyert Ríz Gabriella, az Árpád vezérúti általános iskola tanulója. A harmadik helyen pedig Bojki Ágnes, az Újvárostéri általános iskola tanulója végzett. A 7.-8. osztályosok közül első helyre emelték Serényi Juditot, aki az Újvárostéri általános iskola tanulója. Második helyének örülhetett Gajdos Andrea, az Árpád vezérúti általános iskola tanulója. A harmadik díj büszke tulajdonosa pedig Fekete Tünde, a Petőfi úti általános iskola tanulója lett. A magas színvonalú versenynek a Bükk Művelődési és Vendéglátóház méltó helyet biztosított. Petőfi Sándor, csatában. A földön is harag, az égen is harag, kifolyt piros vér és piros napsugarak. A lemenő nap oly vadbíborban ragyog. Előre katonák, előre magyarok!
komoly felhők közül bámul reánk a nap. Rettentő szuronyok füstben csillámlanak. A sűrű lomha füst sötéten gomolyog. Előre katonák, előre magyarok! Ropog. Hossza a ropog csatárok fegyvere. Ágyuk bömbölnek, hogy reng a világ bele. Te ég, te föld, talán most összeomlotok. Előre katonák, előre magyarok! Szilaj lelkesedés foly bennem, mint tüzár. A vérszag és a füst megrészegíte már. Előre rontok én, ha élek, ha halok. Utánam katonák, utánam magyarok! Az Ózdi Olvasó Egyesületben március 11-én este a Fővárosi Operettszínház művészeinek közreműködésével került színpadra Huszka Jenő Mária Főhadnagy című operettje parádés szereposztásban. Németh Marika ünnepelt primadonnánk. Milyen varázslat van az operettben, ami így vonzza a közönséget? Zene, zene, zene. És a mese. Én azt hiszem, hogy minden ember szeret egy picit mesét hallgatni, még felnőtt korában is. Részemre én nagyon például, amikor csak tehetem, megnézem a Walt Disney kacsa meséit, meg elolvasok néha egy jó kis mesekönyvet is. Jártam már Ózdon is, milyen szerepet játszott akkor? Ózdon jártam, talán többször is, de nagyon régen. Azon kívül hát csak ezt lát műsorban. Színházi előadásban még sajnos nem volt részem itt. Mit üzen az Ózdi közönségnek, akik itt vannak, és azoknak, akik ma nem jöhettek el ide? Hát először is nagyon köszönöm, hogy eljöttek, és aki nem tudott eljönni, azt nagyon sajnálom, de én remélem, hogy ezt az előadást megismételjük, és akkor nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. És mindenkinek jó egészséget, boldogságot, és sok-sok pénzt. Jaj, Pantyűr is az én édes kis Pannikám! Diknikém ugye megtette? Meg? Meg? Jó van, akkor várlak itt az alsó kertben, én most kimék, jó? Jó van! Körvesszem! Fogyad, édes! Ide hozzám! Megjegyem! Fogd meg! Hátra! Benkóti Zoltán megjelenik, természetszerűen megjelenik ott a derű is. Mondja, hogy csinálja? Hát úgy csinálom, hogy hívnak, és akkor megjelenek, de elöljárójában hadd mondjam el, hogy nagyon nagy várakozásra jöttem ide Ózdra, mert azt hiszem, hogy az egész országban ez nagy hír volt, hogy itt nagyon sok ember majd esetleg munkanélküli lesz, és én elmeséltem a három gyerekemnek, hogy én most egy olyan helyre megyek szórakoztatni a bácsikat, néniket, ahol bizony sok embernek kétséges volt a munkahelye, és nagyon izgultam, hogy itten valami jó közönség legyen, és hogy meg tudjuk nevettetni az embereket, és hogy olyan kedvet csináljunk nekik, hogy a napi gondjukat, bánatukat elfelejtsék. Magukat Ózdon. Remekül. Most már hetek óta járjuk az országot, sőt már mondhatom, hogy hónapok óta, mindig azt mondjuk, hogy gyerekek most volt a legjobb közönség, és hát ma, de ezt most halálkomolyan nem az udvariasságképpen mondom, de tényleg ma volt a legjobb közönség. Szóval hallatlan lehetett érezni, hogy szeretik az operettet, azért jöttek ide, hogy szórakozzanak. Találkozott az elképzelésük, mi azért jöttünk, hogy szórakoztassunk igényesen, és a közönség ezt teljes mértékben vette. Szóval teljes volt az összhang a közönség és köztünk. Köszönöm.
gyárban már mindössze egyetlen kémény füstöl, de ez az egy nagyon sok kormot, port, piszkot terít városunkra. Emiatt a panaszosok egymás után keresik fel szerkesztőségünket, így például Komorócki Józsefné is. Többször már a televíziót hívtam, a polgármesteri hivatalt hívtam, mert minden nap egy lapát, ezért kormot söprünk itt össze. Kiteregetni nem lehet, gyereket kitenni nem lehet, sőt magunk is a felnőtteknek is veszélyes, gondolom ez a porit. A szomszédember panaszkodott, hogy metszett, és a szemébe ugye belement, és be van gyulladva most a szeme. Bányász utcában barátnőm van, azok is mindig panaszkodnak, hogy tele van korommal, hogy aztán ez honnan jön, azt nem tudjuk kideríteni. Amikor a nyersvasgyártás Ózdon megszűnt, és hát a mi kazánjaink eredetileg kohógáz és széntüzeléssel üzemeltek, a kohógáz hiányában kénytelenek voltunk a szénarányt megnövelni, támasztó lánként földgázt használunk, természetesen annak a költsége jelentősen nagyobb, mint a széné. Emiatt az erőműveknél általában használt porszenet szerzünk be. Ez a porszén tavaly viszonylag jól viselkedett, azért, mert az úgynevezett fák országaiból, tehát Ukrajnából, Oroszországból tudtunk szenet vásárolni. Az idén sajnos főleg december-januárban ez a beszerzési forrás erősen akadozott, így kénytelenek voltunk Lengyelországból magasabb kalóriájú porszenet vásárolni. Ez viszont a mi kazánjainkban nem égett el tökéletesen, elég magas a fűtőértéke, és hát emiatt a kibocsátott pernyében a szén aránya megnövekedett, és hát ez a füstölés elsősorban ennek tulajdonítható. Miképpen lehetne ezt csökkenteni, vagy megszüntetni? Szerencsére már február második felében újból megindultak ezek a ukrajnai szénszállítások. Az igazi megoldás természetesen nem ez lenne, hanem az itt lévő, a Martin kemencék után épített Lurgi elektrofilterek áttelepítése. Sajnos erre a felszámolás alatt lévő cég pénzügyi kerettel nem rendelkezik, mintegy 30 millió forintba kerülne egy ilyen elektrostatikus porleválasztó kazán utáni beépítése. A másik megoldás az lett volna, hogyha az önkormányzattal közösen erőmű rekonstrukció létesült volna, az önkormányzat másképpen döntött, földgáz, olaj, vegyes tüzelésű fűtőerőművet építenek, amely azt jelenti, hogy ha 95 második felében beindul, akkor a mi erőművünk gyakorlatilag leáll, megszűnik. A Dédesi Vásártéren szeptember 3. hétfőjén 150. alkalommal tartottak állat- és kirakodóvásárt. Ez mindig is jeles eseménynek számított a környékbeli falvakban. Hát nekünk olyan, mint a katolikusoknak a búcsú, hogy ez egy ünnepély nekünk. Ha nem akarunk semmit csinálni, de ha csak akar az ember mindegy, majd jön a tél. Kellene most ma melegebb ruha is, meg egy olyan botos csizma fejle is. De hát úgy látom, hogy léztem ma ott egy helyen, tenni magus az árok. A kerek évforduló alkalmából most 3 napos programot szerveztek az érdeklődőknek. Dédestapolcsányban a vásár mindig is ünnep volt. Az én szüleim, sőt a nagyszüleim is azt mondták, hogy a vásár az egy ünnepnapnak számított az ő idejükben is. Jó előre szabadságot írattak az ózdi gyárba, a bányákba, hogy biztosan itt lehessenek a vásárba. Most meg, hogy 75 éve, mert évenkinte kétszer tartjuk, 75 éve tartjuk a vásárokat, elérkeztünk a 150-hez, úgy gondoltuk, ezt méltó meg kell ünnepelni. Az állatvásár már kora reggel megkezdődött. A lószépségverseny alkalmából megtudhattuk, hogy a szép ló egészséges, tiszta, ápolt és egyéb feltételeknek is meg kell felelnie. A jó lónak nincsen színe, de ha lehet, azért csak szürke legyen egy ló, tehát lehetőleg világos színű legyen, tehát szürke legyen, vagy annak valamelyik árnyalata, és a fajta jellegét mindenképp hordja. Tehát a fajta jelleg az mindenképp azt tükrözi, hogy kellemes tekintete legyen, arányos testtájékai legyen, tehát mind a fejben, mind a nyakba, mind a háthosszúságba arányos legyen, egészséges lábakon álljon, és kecses, szép mozgása legyen. Mi
Másoknak a ló szépségén kívül ereje, munkabírása is fontos. Aki tenyészt, az csak nehezebbet tenyészem, mert könnyűt lehet kapni, de nehezet nehez kapni. Ugye, mert sodrocsikó az már nehéz ló, hidegvérű. De igavonás a legjobban, az alkalmas, van taparás, fogás, mutat is, meg szép is. Malacokat is árultak, akik türelmesen vártak a vevőket. Csak akkor tiltakoztak, amikor az új gazdának becsomagolták őket. Mivel a kínálat nagy volt, az eladók nem voltak túl elégedettek. Vegyes. Hát felhozatal van, de úgy látszik, hogy mindenütt, ha szétnézünk, akkor úgy látom, hogy tehát maradni is fog, meg adunk is el. Kisebb az kevesebb pénz, a nagyobb az több. Hát 12 és fél, a kicsi meg 9. Amíg az állatokat főleg a férfiak mustrágatták, addig az asszonyok már a meleg téli holmikra alkudoztak. Többször ki szoktunk jönni. Hát ez olyan vásár, hogy ez Dardona, Máinka, Dédestopolcsá, meg ez egy ünnep. Ünnepnap. Aki megéhezett, az incsiklandó illatokat követve könnyen rátalált a pecsenyés bódékra, itt pirosra sült húsok, kolbászok, hulkák között válogathatott. A vásárból bizonyára kevesen távoztak üres kézzel, hiszen a sátrakban szinte mindent lehetett kapni, amit a vevő megkívánhat. De a régi kézműves mesterségek termékeivel már ritkán találkoztunk. Sajnos a műanyaggal kitoltak az emberekkel, meg a borászattal is. Nem szabad volna műanyagba tenni a bort, csak fába. Tölgyakát szepel, mert a műanyagban nem is van az amata, csak a fába. Fa adja meg a jó zamatot. Egy igazi vásárból vásárfiát is illik hazavinni. A gyerekeknek sokféle édesség közül választhattak a szülők, nagyszülők. Sőt, aki hű akart maradni a hagyományokhoz, mézes kalács szívet is vihetett haza választottjának a dédesi vásárból. ...2005. augusztus elején rendezték meg Szilvásváradon, az Állami Ménes Gazdaság stadionjában a Nemzetközi Lipicai Lovas Fesztivált. A lipicai lófajta kitenyésztésének 450 éves évfordulója alkalmából rendezett fesztiválon 5 ország lipicai ménes gazdasága vett részt. A 31. magyar hajtó derbire 3 kategóriában közel 60 induló nevezett. Mivel a szeptemberi világbajnokságra készülő kettes fogadhajtóknak ez volt az utolsó VB válogatója, mindenki, aki aspirálta a salzburgi keretbe kerülésre, ott volt a pályákon. A program a hagyományoknak megfelelően a díjhajtással indult, majd a maraton, végezetül pedig az akadályhajtás következett. A második versenynap estéjén tartották meg a lovaspálya falai között a lipicai mének bemutatóját, amely bizton állítható, hogy szakembereknek, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt felejthetetlen élményt nyújtott.
Néhány perccel ezelőtt a maratonhajtás eredményhirdetése megtörtént. Csalódott? Hát, ha őszinte leszek, akkor igen, mert jobbra számítottam. Bár én úgy érzem, hogy minden egyes kudarc az újabb sikereknek az alapja. Tehát nagyon fontos az egy sportoló életében, hogy egy-egy kudarc érje, mert akkor föl tudja magát szívni, és újabb erőre tud kapni. És a két nap összteljesítményét nézve? Második helyen állok, és minimális különbséggel vagyok a második, úgyhogy ez még azért arra feljogosít, hogy lehet ez jobb is, de mint teljesítmény a mai nap azért az nem volt az igazi. És mit várhatunk akkor így már a holnapi napon? Én bízom benne, hogy hibátlan teljesítményt tudok nyújtani, és hogy mire lesz elég, ez majd kiderül, és a csapattársaimon múlik. És mire lesz elég? Nem tudom, vagy egy második hely, még a dobogóról is lecsúszhatok, de lehet, benne van még az elsőség esélye is. Mennyire erős ez a mezőny most? Erős, hisz itt a magyar fogadhajtók a világ élmezőnyébe tartoznak, és hát a Dobrovisz Jóska, illetve én már több nemzetközi versenyen indultunk, és mindig az élmezőnybe zártuk a versenyt, úgyhogy erősnek mondhatom. Hogyan értékeled a mai, illetve a tegnapi teljesítményedet? A tegnapi teljesítményemben nem vagyok megelégedve, valahogy elnéztem a bemelegítést, mindig az én hibám. A maival viszont annál inkább jól sikerült. Látszik az eredmény, a hatodik helyen végeztem. Az első öt akadályban a tolóbak jól mentek, de már a hatos és hetes akadályban már kezdtek fáradni. Ez is látszott, hogy már ott gyengébbek voltak az időeredmények, de amúgy összességében meg vagyok vele elégedve.